Dél-Magyar Podcast. Dél-Magyar Podcast. Hírek helyben azonnal. Köszöntöm a Dél-Magyarország Podcast csatornájának hallgatóit. Kovács Erika újságíró vagyok. A 30. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok szakkiállítás és vásárnyitónapján Állategészségügyi kihívások és megoldások a gazdasági haszonállattartásban címmel konferenciát rendeztek, aminek egyik előadása a bioterrorizmusról szólt. Erről beszélgettünk az előadóval, Úzsvári Lászlóval, a Magyar Állatorvostudományi Egyetem törvényszéki állatorvostani és gazdaságtudományi tanszékének egyetemi tanárával. A bioterrorizmus az a katasztrófa filmek egyik kedvenc témaköre. Sajnos az a baj, hogy nem csak a filmekben fordul elő, hanem a valóságban is, és én úgy olvastam, hogy ez már szinte egyidős az emberiség történetével. De kezdjük azzal talán, hogy mit is takar ez a fogalom, mi a bioterrorizmus? A bioterrorizmus, kezdjük a terrorizmussal, a terror ijegységet, félelemkeltés, pánikkeltés jelent alapvetően, és a terrorizmus, amikor a társadalomban félelmet keltünk. De ennek egyik formája lehet a bioterrorizmus, amikor élőlényeket, vagy az élőlények által kibocsátott biológiai anyagokat, például toxinokat használunk föl arra, hogy félelmet keltsünk, és a bioterrorizmusnak számtalan formája lehet, például az egyik ilyen, amiről biztos mindenki hallott már, az élelmiszerterrorizmus, amikor élelmiszereket mérgezünk meg, vagy élelmiszereket fertőzünk meg, ami aztán megbetegedést okozhat, például emberekben. A másik, amikor állatokat vagy növényeket fertőzünk meg, tehát például olyan fertőző betegségeket terjesztenek, amelyek kiirtják a gazdasági haszonállatainkat, és így nem lesz élelmiszer. Ha egy picit tágabb értelemben vesszük, akkor ide tartozik az is, hogy az élelmiszer ellátó rendszert, vagy az ivóvizet, ami a mindennapi életünkhöz szükséges, azt fertőzik meg, vagy fenyegettek azzal, hogy meg fogják fertőzni, és pánikot keltenek. Tehát sok esetben, ha már fenyegetve érzi magát a társadalom, hogy nem lesz élelmiszer és víz, akkor elérték a terroristák a céljukat. Gondoljunk abba bele, például a kerge marhakór járvány, akár a madárinfluenza járvány, hogy nem mernek húst vásárolni, vagy nem mernek tejet vásárolni, mert félnek attól, hogy megbetegednek, vagy a gyerekeik fognak megbetegedni, akkor már elérték a céljukat, függetlenül attól, hogy ez az esemény bekövetkezik a valóságban, vagy nem következik be a valóságban. Mikorra tehető az első bioterrorista akció? Hát ugye konkrét írásos dokumentum erről nincs, de gyakorlatilag az emberiség történetének kezdetére datálható. Gyakorlatilag amikor egy mérgezett nyilat használtak, vagy mérgezett dárdát használtak, vagy a kutakat fertőzték meg, akár emberi állati ürülékkel, vagy holtestekkel. Tehát mióta az emberiség létezik, gyakorlatilag valamilyen formában van bioterrorizmus. Olvastam olyan történetet is, hogy állítólag a tatárok pestissel fertőzött hullákat lövöldöztek be a várakba. Ez is megtörtént? Igen, hát a 14. században, amikor Európa lakosságának gyakorlatilag az egyharmada kipusztult a pestis járványban, azt egy bioterror akciónak köszönhetjük, amit a tatárok, a mai Krím-félsziget, ugye aktuális napjainkban is, hogyha kis napi aktualitást veszünk, a Fedoszia mai nevén akkor várát ostromolták, és pestisre fertőzött hullát lőttek be a várba, és így gyakorlatilag a pestis elterjedt a várat védő katonasság majd között, és illetve széthurcolták aztán egész Európában. Olyat is olvastam, hogy például kolerával fertőzött legyeket, bolhákat raktak bombába, és azzal is próbálták az emberiséget elpusztítani. Igen, ezt a japánok alkalmazták a II. Világháború idején, amikor Kína egy részét megszállták, így próbálták gyakorlatilag a lakosságot, a lakossági ellenállást a japán megszállással szemben letörni. Igen, ezek nagyon sok ilyet gyártottak, és ezt alkalmazták is. A 2000-es évek elején is gondolom, hogy nagyon sokan emlékeznek rá, hogy igencsak félelmet keltett, amikor Amerikában levelet kaptak emberek, méghozzá lépfenével megfertőzve. Igen, ez is egy bioterrorizmus aktusaként könyvelhető el. A Bacillus anthracis baktérium, ami egy toxin termel, ugye ez a lépfene baktérium a hétköznapi nevén. Egyébként Magyarországon is vannak lépfene esetek, együtt élünk ezzel a betegséggel évezredek óta. Amikor ezt a
a toxint, ezt, ami por formájában, borítékban beküldik, hogyha ezt valaki akár a nyálkahártyáján keresztül érintkezésbe kerül vele, vagy belélegzi, akkor gyakorlatilag ez egy letális betegség lehet, hogyha nem kap időben kezelést. Igen, ez is egy klasszikus, és a mai napig alkalmazott formája a bioterrorizmusnak. Napjainkban milyen módszereket alkalmaznak még a bioterroristák? Hál' Istennek a bioterrorizmust és ezeket a biológiai ágenseket, kórokozókat nem nagyon alkalmazzák, aminek oka a válaszcsapástól való félelem. Tehát gondoljunk abba bele, ha elidézünk egy világjárványt. Ugye itt volt például most a COVID-19 járvány, ami egy pandémia, gyakorlatilag minden kontinenst, az egész emberiséget érintette. Ha véletlenül egy olyan kórokozót szabadítanak ki, akkor az nem csak a támadó országot, aki alkalmazza, és az ő lakosságát fogja érinteni, a megtámadott országot, hanem aki alkalmazhat, őt is érintheti, az ő lakosságát is. Emiatt a válaszcsapástól való félelem, a hátrányos hatásoktól való félelem, a támadó férre gyakorolt hátrányos hatásoktól való félelem miatt nem nagyon merik ezt alkalmazni. Hála jó Istennek! Olyankor, amikor mégis előfordul valamilyen akció, ami a bioterrorizmushoz kapcsolódik, olyankor az állatorvosoknak kiemelkedő szerep jut. Igen, általában a használt kórokozók többsége úgynevezett zoonótikus kórokozó, tehát állatról emberre terjedő betegségek kórokozóját használják föl. Több mint 60%-a ezeknek a bioterrorizmusban használt vagy felhasználható kórokozóknak ebbe a kategóriába tartozik, és természetesen az állatorvosok, akiknek ez a szakmájuk, hogy ezeket a betegségeket, fertőzéseket megelőzzék, vagy elfojtsák, hogyha egy járvány kitör, ezért nekik van a legjobb szakismeretük ezzel kapcsolatosan, és így az ő ismereteikre szükség van. De a legfontosabb ugye a megelőzés. A másik aspektus, amiről talán egy picit korábban volt szó, az élelmiszerlánc, az élelmiszerbiztonság, ezt is alapvetően az állatorvosok szakmai felügyelete mellett történik, és az élelmiszerünk biztonságának, az élelmiszerbiztonságnak a fenntartása szintén az állatorvosoknak egy alapvető feladata. Említette, hogy azért nincs olyan túl sok bioterrorista akció, mert hogy félnek a válaszcsapástól, de úgy gondolom, hogy ennek ellenére azért mégis akadnak próbálkozások, és nem csak akkor okoz kárt egy ilyen akció, amikor megtörténik, hanem már akkor is, hogyha riogatnak vele, hiszen óriási nagy gazdasági károkat is okozhat. Például egy turizmussal foglalkozó országban, hogyha elterjed a híre, hogy mondjuk megfertőzik az ivóvizet, akkor oda nem fog menni senki. Így van, alapvetően elég a fenyegetés. Ugye a mai világban, amikor egy-egy hír gyakorlatilag percek, ugye a közösségi média esetében szinte percek, órák alatt körbejár a világon, akkor egy terrorista akció, egy terrorista fenyegetés nagyon könnyen el tudja érni a hatását, és ez a terroristáknak a célja. Nem is az, hogy alapvetően bevessék, az a legvégső lépés, hanem hogy pánikot keltsenek, ennek következtében ugye nem mennek oda a turisták, nem merik azt az élelmiszert elfogyasztani, bezárkóznak, nem közlekednek, nem mennek dolgozni, a gyerekeket nem engedik el, tehát gyakorlatilag a társadalom működését ezzel blokkolni tudják, vagy nagyon meg tudják nehezíteni. A bioterrorizmus fogalom körébe tartozik az agrárterrorizmus és az élelmiszerterrorizmus is? Igen, mind a kettő ide tartozik. Az agrárterrorizmus ez egy kicsit tágabb fogalom. Az agrárterrorizmusnak az a célja, hogy gyakorlatilag a növénytermesztés és az állattenyésztést próbáljuk ellehetetleníteni, vagy próbálják a terroristák ellehetetleníteni. Például növénytermesztésnél volt korábban német ország próbálkozott azzal, hogy krumpli bogarakkal megfertőzik olyan országok krumpli tábláit, amelyeknél a burgonya alapvető élelmiszer és az élelmiszerellátásban lényeges. Végül ezt nem alkalmazták, csak egy példát. Újabb, amit alkalmaztak is növénytermesztésre, például az Egyesült Államok a kábítószer alapanyagához szolgáló mák esetében alkalmazott olyan növényi károsítót, amivel ellehetetlenítették a máktermesztést, és így következetesen a kábítószer előállítást. Végül is ez jó? Ez jó, igen. Ugye itt fölmerültek olyan aggályok, hogy nem csak azokat a kábítószer termelő növényeket lehet ezzel elpusztítani, hanem föl lehet esetleg másra is használni. De alkalmazták nem csak Ázsiában, hanem Amerikában is. Az állatok
esetében pedig gyakorlatilag az állattenyésztésre számos olyan fertőző betegség van, amit lehet, számos olyan kórokozó van, amit lehet használni. Mondok egy-két példát, ragadószáj és körönfájás például. Ugye az gyakorlatilag mind a szarvasmarha, a kérődzállomány, mind a sertés tartás teljesen ellehetetleníti. Lehet használni, volt róla szó a lépfenével kapcsolatosan, bár az annyira nem nagy ragályozó képességű. Tehát számos lehetőség van, hogy ellehetetlenítsék gyakorlatilag mind a növénytermesztés, mind az állattenyésztést. Dél-Magyar Podcast. Dél-Magyar Podcast. Hírek helyben azonnal.